Köszöntjük a Líceum Televízió nézőit, önök a Hírlánc műsorát látják. Főbb híreink egy-egy mondatban. A reklámszakma seregszemléjét tartották Egerben. Ismét megrendezték az országos testnevelő pikniket. A Heves megyei turisztikai látványosságokat vették számba a szakma képviselői. Szeptember 23-án városunkba látogatott az a héttagú bizottság, amely az Európa Kulturális Városa 2010 program zsűriét alkotta. A bíráló bizottság tagjait dr. Nagy Imre Eger megyei jogú város polgármestere köszöntötte, majd dr. Törőcsik Miklós Eger alpolgármestere ismertette a napi programot. A zsűri egy pontgyűjtős kalandjáték keretein belül ismerhette meg Eger városát önállóan, szabadon választott útvonalon. A délutáni sajtótájékoztatón a résztvevők kezükbe vehették a mintegy 100 oldalas pályázati anyagot, mely Eger kulturális nevezetességeit, programjait, rendezvényeit ismerteti. Ezt követően Mesterházi Balázs köszöntötte a sajtó képviselőit a zsűri nevében. A tanácsadó testület munkásságáról elmondta. Október 5-én teszi meg a javaslatát, és ezt követően Magyarország kulturális minisztere a kormány elé terjeszti a javaslatot. Majd Ingo Weber, Európai Uniós szakértő fejtette ki véleményét arról, hogy mekkora jelentőséggel bír kulturális fővárost választani az Európai Unióban. Ez a lépés a tagországok zökkenőmentes együttműködésében is fontos és figyelemre méltó. Ismertette, hogy 2010-ben két nemzet is képviseltetve lesz, hiszen az egyik város Németországból, a másik pedig Magyarországról kerül ki. Ezt követően tolmács segítségével újságírói kérdésekre válaszolt a szakértő. Szeptember 27-én és 28-án a reklámszakma színe javagy ült össze, hogy közösen fogyasszák el az ünnepi reklámtortát. A 13. reklámkonferencia a magyar reklám egyik legnagyobb szakmai találkozója, ahol terítékre kerülnek a szakma elmúlt egy évben történt legfontosabb eseményei és legérdekesebb dilemmái, azaz a reklámtorta legízletesebb szeletei. A számos előadáson, kerekasztal beszélgetésen, szekciógyűlésen szó esett többek között a hazánkban megjelenő globális reklámokról, a médiáról, mint termékről, a városok, települések, régiók marketingjéről, Magyarország vonzerejéről és kommunikációs tevékenységéről. Előadók között voltak Levendei Ádám, a 30 éves Magyar Reklámszövetség elnöke, György Péter médiaszakértő, Réz András esztéta, Geszti Péter és a három nagy televíziós csatorna képviselője is. A résztvevőket napközben és este is finom falatokkal, frissítőkkel és különböző szórakoztató programokkal várták. Ezen a héten tekinthették meg az érdeklődők a reklámfotó és aranyrajszög kiállítást a Templom galériában. A városunkban megrendezett Reklámtorta 2005 című konferencia nyitóaktusaként láthatták az érdeklődők a legtehetségesebb magyar reklámfotósok képeit. A kiállítás kuriózumát egyfelől a Color Studio és a Hewlett-Packard 50 válogatott reklámfotója, másfelől a magyar grafikusok által díjazott alkotó premier előtti felvonultatása adta. A megjelentek testközelből ismerkedhettek meg egy újsághirdetés, egy logó, vagy egy csomagolási terv alkotási folyamatával, vagyis hogyan lesz egy nyers fotóból színes újsághirdetés, vagy miként készülnek a jól ismert márkák logói, esetleg mindennap használt termékek csomagolás tervei. A szokásos budapesti premier helyett idén a díjazott legjobb grafikai művek először Egerben láthatók a Templom galériában szeptember 24-e és 30-a között. Az Eszterházy Károly Főiskola díszterme adott helyet annak a Nemzetközi Falusi Turizmus konferenciának, amely a Heves megyei turisztikai adottságokkal, illetve lehetőségekkel foglalkozott. 10 éves a Heves megyei falusi turizmus. Ez alkalommal Felső-Ausztriából, Kovászna megyéből és Erdélyből is érkeztek szakemberek az Egerben megrendezett partnerség a vendégfogadók között elnevezésű konferenciára. Az előadásokon szó volt többek között a partnerségben rejlő lehetőségekről, a pályázati forrásokról és a határokon átnyúló turizmus fejlődési lehetőségeiről. Először dr. Nagy Imre polgármester köszöntötte a vendégeket. Majd a főszervező ajándékkal köszönte meg a szakma képviselőinek munkájukat. Díjat kaptak azok, akik az elmúlt 10 évben aktívan hozzájárultak a Heves megyei falusi turizmus mai jellegének kialakításában. Elismerésben részesült Kohári Lajosné Egerszalókról, Tóth Jánosné Parácsosvárról, Kis János és Majorné Pájka Csilla Egerből, aki jelenleg Svédországban tartózkodik.
A konferencián vendégelőadók is tartottak beszámolót, akik a környező országok helyzetét mutatták be. Az ülés végeztével a résztvevők személyesen is megtekinthették a környékbeli szállásokat. Az Eszterházy Károly Főiskola díszterme adott helyet annak a Nemzetközi Falusi Turizmus Konferenciának, amely a Heves megyei turisztikai adottságokkal, illetve lehetőségekkel foglalkozott. Megkaptuk a napokban az állami nyomdától a diákigazolványokat. Azoknak a első éves, az idei évben felvett hallgatóknak a diákigazolványai érkeztek meg a főiskolánkra, akik februárban a jelentkezésükkel együtt megigényelték azt, és augusztus 5-ig be is fizették a térítési díját, 1600 forintot, azon a csekken, amelyet az Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda még a tavasz folyamán elpostázott a lakcímükre. Ők átvehetik a tanulmányos információs központban már ügyfélfogadási időben, és ugyanebben az időszakban a felsőbbéves hallgatóink is jelentkezhetnek az érvényesítő matricákért, hiszen a felsőoktatási diákigazolványokat fél évente érvényesíteni kell. A hologrammal, a főiskolánk rövidítésével ellátott hologramos diákigazolvány érvényesítő bélyegeket mindenképpen személyesen kell átvenni, hiszen aláírásukkal igazolniuk kell, hogy a sorszámozott bélyeg tulajdonokat fogja képezni. Felhívnám a távoktatásos tagozatos hallgatóink figyelmét arra, hogy a diákigazolvány számukra utazási kedvezményre nem jogosít, a levelező tagozatos hallgatóinknak pedig csak az állandó lakóhely, illetve az intézmény székhelye, tehát Eger közötti útvonalon utazási kedvezményre jogosítja föl őket, illetve minden más olyan kedvezményt megigényelhetnek, és diákigazolvánnyal érvényesíthetik, amelyek egyébként is minden diákigazolvány tulajdonosát megilletik. 2005. szeptember 21-én került sor Bartakovics Béla Művelődési Központ névadó ünnepségére. A Művelődési Központ Bartakovics Béla nevének felvételével követendő, ma is korszerű életpályát ismert el, hangzott el az ünnepségen. Bartakovics Béla érsek, főispán, kulturális személyiség, tekintélyét, befolyását, vagyonát állította a kultúra szolgálatába. A Művelődési Központ névválasztása jövőt formáló kötelezettség, tudatosság és bizalomszavazás egy új programnak. Megtartva az eddigi értékeket, új keretek között, új hálózati körökkel bővül a szolgáltatás. A Művelődési Központ nevének kiválasztása több mint 700 főből történt, mondta el az ünnepségen Kis Péter, érseki levéltáros. Ez a lépés mérföldkő az intézmény életében, mely tiszteli a múltat, de előre lát a jövőbe. A következő héten megjelenő líceumi palettát Barna Béla főszerkesztő ajánlja figyelmünkbe. A napokban látott napvilágot a líceumi paletta idei első szemeszteri száma, amelyben foglalkozunk nagyon sok más mellett a meteorológiai állomással, ami a főiskola épületében működik. Ez egy nagyon érdekes írás, azt gondolom. Aztán kultúra rovatban színházzal foglalkozunk, ebben a számban 2-3 cikk is foglalkozik a filmekkel, interjú készült Veres Józseffel a közművelődési tanszékről, emellett természetesen a líceumi paletta foglalkozik a főiskola híreivel, aktualitásaival, közelmúltbeli eseményeiről beszámolunk mindenképpen. Nagyon sok új kapcsolata van külföldön a főiskolának, így például most a lengyelországi Slupskban, ezekről a külföldi kapcsolatokról is beszámol egy cikk, illetve találtunk most még egy híres főiskolást, Rókusfalvi Pált, aki Egerben is járt egy évet énekzene szakra. Vele is készült egy rövid interjú az egri éveiről. A paletta 10 száma fog megjelenni a tanévben, tehát szeptembertől júniusig 10 szám fog napvilágot látni. Ezekben bővíteni szeretnénk a tematikus oldalakat, így majd jelentkezünk novemberben egy síelés oldallal, vagy melléklettel, tematikus oldallal, tervezünk egy zöld oldalt, egyszeri megjelenésre, életmód oldallal szeretnénk még bővíteni a lapot, és így tovább, illetve november elején lesz egy kis ünnepség a liceumban, hiszen 1995. szeptemberében jelent meg a líceumi paletta első száma, így most 10. évfordulónkat ünnepeljük. A Colored Effects Magyar Dani, Szilágyi Rudolf és Fekete Valér közös kiállítása nyílt meg Under the City néven a régi zsinagógában. A megnyitón a művészet több műfajával is találkozhattak az odalátogatók.
Szeptember 23-án nyílt meg az a rendhagyó kiállítás, amely 8 fiatal művész képeiből adott ízelítőt. A kiállításnak jellegzetes hangulatot kölcsönzött a helyszín, azaz a nemrég felújított zsinagóga, és a megnyitó beszédet követő kétszemélyes performance is. Amit mi most itt előadtunk, én és Konya Réka, ez egy klasszikus performance volt. Tulajdonképpen ellentétek és vonzódások témája, a fekete-fehér, a pozitív és negatív, nő-férfi, tehát ez is még pluszba benne volt. A finom, a lágy, a pihe például, tehát sok minden benne foglaltatik szerintem, hogy létrejött egy ilyen kiállítás, egy ilyen lehetőség adódott a fiataloknak, akik alternatív műfajban dolgoznak, szerintem ez egy nagyszerű dolog. Szóval ennek csak örülni lehet, és annak aztán pláne, hogy ez a város vezetése fölkarolt ezt. Úgyhogy ez egy számomra nagy öröm. Az Under the City névre keresztelt kiállítás október 5-ig látható, ami szintén rendhagyó módon zárul majd. Gyertek el! Jubileumi találkozóra érkeztek Egerbe a környezet és természetvédelmi oktatóközpontok képviselői. A háromnapos programot dr. Persányi Miklós, környezetvédelmi miniszter nyitotta meg. Az idei találkozó a Tűzlilium Egyesület szervezésében került megrendezésre. Városunkban 45 oktatóközpont, közel 80 munkatársa érkezett, hogy környezeti neveléssel kapcsolatos aktuális kérdéseiket megvitassák, tapasztalatot cseréljenek. A megnyitón Persányi Miklós környezetvédelmi miniszter kiemelte. Az elmúlt 10 év a környezeti fejlesztésé volt. Példátlan haladást ért el hazánk a szennyvíztisztítók, a regionális hulladékkezelők és a látogatóközpontok terén. A köszöntők után a Környezet és Természetvédelmi Központok Országos Szövetsége, azaz a KOKOSZ első évtizedét bemutató kiállítás megnyitására került sor. Dr. Kárász Imre beszédében hangsúlyoztam, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan a szövetség célja a jövőben is az lesz, hogy segítse a környezeti tudatosság és érzékenység, valamint a környezettudatos magatartás fejlődését. A tanácskozás másnapján a résztvevők megismerkedhettek a Felső-Tárkányban újonnan felavatott Nyugati Kapó oktató és látogatóközponttal. Az egykori kastélyból kialakított épület a Bükk múltjának és élővilágának bemutatásán túl alkalmas erdei iskolák, konferenciák megrendezésére is. A Nemzeti Park fő célja a tapasztalva nevelés, vagyis az, hogy a gyermekek tapasztalás útján érezzék meg azt, a természetnek ők is részei, részesei lehetnek, felelősséggel tartoznak iránta. Nem mindennapi uzsonnának adott otthont a Líceum díszterme. Az immár második alkalommal megrendezett országos testnevelő pikniknek idén is nemes célja volt, a testnevelés megújítása. Szeptember 20-án kezdődött és 23-áig tartott a testnevelők országos piknik elnevezésű program, ami a Zöldpont Egyesület szervezésében került megrendezésre. A piknik első napját az Egri Líceum épületében tartották, a 14:30-tól 17:30-ig a legkülönfélébb témákban hallgathattak előadásokat a testnevelői. Többek között olyan témákban is, mint a szponzor lelki világa, vagy a testnevelők helye, szerepe a Nemzeti Sportstratégiákban címmel. A nyitónap különlegessége volt, hogy az országban itt mutatták be először azt a promóciós filmet, amivel Anglia elnyerte a 2012-es olimpia megrendezésének a jogát. Ez a második alkalom, hogy megrendezzük az európai testnevelő pikniket, ezt pár évvel ezelőtt Zánkára álmodtuk, és tavaly meg is rendeztük. Zánka elsősorban a vizet kínálta ugye a Balaton partjával, addig Eger, illetve Szilvásvárad, a Bükköt, a hegyvidéket. Valójában a mi szándékunk az, hogy ezeknek a testnevelőknek olyan módszereket, olyan sportágokat mutassunk meg, amivel talán élvezetesebbé tehető a mindennapi testnevelés, illetve az iskolák sportélete. Az előadások után a meghívottak közösen mentek ki Szilvásváradra, ahol a további két napot már igazi testnevelőkhöz való környezetben tölthették. Szeptember 27-én a Művészetek Háza nagytermében adott koncertet a Balázs Elemér Group. A koncert iránt hatalmas volt az érdeklődés, fiatalok és idősebbek is szép számmal jelentek meg a teremben. Ez is mutatja, hogy egyre nő a jazzzenét kedvelők száma. A zenekar tagjai mind kiválóan képzett zenészek.
Balázs Elemér 2002 óta vezeti a zenekart, ő a dobos és a zeneszerző is. Idén megkapta a Magyar Köztársaság Érdemrend ezüst keresztjét. Balázs József a Füsti Balogh Gábor jazz zongora versenyén második helyezést ért el. A nagybőgő játszó Glaser Péter a Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola klasszikus, illetve jazz szakát végezte el. Vinant Gábor egyedülálló énekhangjának köszönhetően a magyar jazz élettelen egyik leginkább foglalkoztatott énekese. Az énekesnő Hajdú Klára 2 éve a Jazz Konzervatóriumban tanul jazz ének szakon. Az éppen Londonban tartózkodó Dés Andrást Szántó Mira helyettesítette az ütős hangszereknél. A gitárnál Juhász Gábor helyét Deli Róbert vette át, aki az Erkel Ferenc Zeneiskola jazz gitár szakán tanít. Az együttes az idén megjelent Magyar Népdalok című albumát mutatta be. A grup egyéni hangzásvilágra törekszik, meghatározója a női és a férfi énekhang tökéletes kontrasztja. Zenéjükben az etno alapú autentikus népdalok alkotnak érdekes keveréket a saját kompozíciókkal. Kedves nézőink, Önök a Liceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látták. Viszontlátásra!